Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt ezen a képen látható ez a nagy medve, és utal az erőre. A te életerődre, az ő élet erejére, mindkettőtöknél megvan a belső erő is, a hit, a bizalom, és ezt kimutatjátok kifele. A következő kártyán megnézzük, hogy mi látható. Ő még elgondolkozik valamin. Lehet, hogy kicsit szomorú a környezete miatt, vagy a múltja miatt. Itt a háttérben a botok olyanok, mint egy kerítés, tehát ő elkeríti magát, nem engedi azt meg, hogy mások közeledjenek hozzá, be van zárva az ajtó, de mégis itt előtte ez a bot kihat rá, és rád, mindkettőtökre, hiszen itt kivirágzik valami, lesz egy új kezdet, és ez az egyetlen bot, amire ő odafigyel, azt jelenti, hogy meg lesz a bátorsága, és meg lesz a lelkesedés, sőt, még a testi kapcsolat is, hiszen itt a tűz eleméről van szó, és az jelenti ezt a testi közeledést. Itt lesz egy közös életút, és a háttérben ez a ház, mondhatnám, hogy egy palota, az, amit elértek. Persze, itt a háttérben ez az épület lehet egy templom, tehát lehetnek ilyen vallási dolgok is. És ez erősíti a hitet. Erősíti azt a hitet, hogy itt kivirágzik valami, együtt vagytok, és itt lesz egy közös életút. Itt látható egy találkozás szenvedélyekkel, tehát ez a férfi szeret téged, keresi a közelséget, a testi kapcsolatot, lesz itt egy találkozás. De megjelennek az egerek, és ahol az egerek vannak, azok felfalnak valamit, tehát eltávolítanak bizonyos dolgokat. És itt miről van szó? Megnézzük itt a kártyáknál. Itt van egy közös életút, és itt erősíteni kell a hitet. Tehát ebben hinni, hogy ez a jövő. Ő még látja ezeket a korlátozásokat, illetve nem látja, hiszen elfordul ettől, tekint egy új irányba. Mivel itt nagyon zárkózott, és ez a medve jelenteni az életerőt, a belső erőt is, ez ugyan megvan, de vannak olyan pillanatok, amikor ő bizonytalan, kimerültnek, fáradtnak érzi magát, de tervezi ezt a közös életutat. Sőt, itt látható ez a találkozás szenvedélyekkel, de mivel az egerek eltávolítják ezt a kártyát, ezt a találkozást, itt arról van szó, hogy ő fél ettől a testi közelségtől, lehet, hogy fél attól, hogy ő nem elégít ki téged,
vagy olyan dolgok válnak meg közöttetek, ami a bizonytalansághoz vezet, vagy te nem hiszel abban, hogy itt lesz egy közös életút, mivel ő olyan zárkózott, és fél ettől a találkozástól, hogy nem tudja azt megvalósítani, vagy kimutatni, amit végül is ő szeretne. Lehet, hogy arra vár, hogy legyen itt egy meghívás, és addig visszahúzódó, de mivel te nem beszélsz erről a találkozásról, hiszen ezt a találkozást az egerek eltávolítják itt, ő várakozik és várakozik, álmodozik a közös jövőről, és vár arra, hogy te jelentkezzél, hiszen az ad neki erőt. És ez volt a felvétel. Én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tender Rám!